Pest megye 9 hivatásos tűzoltóparancsnoksága képviseltette magát a Kőrösi úti Volánbusz telepen megrendezett megmérettetésen. 3 helyszínen kellett a csapatoknak bizonyítaniuk tudásukat és pontosságukat. Készülünk a nyárra, a nyár ugye jellemzően megnövekedik az autóbuszoknak a közlekedése, tehát a kiránduló buszoknak, illetve motorosok is ilyenkor ugye többet mennek az utakon. Ezt feltételeztük így egy-egy baleseti helyszínnek a beállításán. Gyakorlatilag a tűzoltó feladatokat, amit a tűzoltók hajtanak végre valós életben, annak megfelelően állították össze a helyszíneket. Az első helyszínen például egy sérült motorost kellett kimenteni a busz alól. Még egyet, tolt a fejét. Egy, kettő. Természetesen figyeltek minden apró részletre, a legjobb csapat pedig az országos versenyen is részt vehet, de a legfontosabb, hogy gyakorlatozhattak, hiszen sajnos Pest megyében is van feladat bőven. Pest megye az igen forgalmas az utak szempontjából, rengeteg baleset történik, nem csak az autóutakon, autópályákon, hanem a kisebb rendű utakon is. Úgyhogy ennek megfelelően tűzoltóknak is rengeteg helyszínen kell beavatkozni, és gyakran kell alkalmazni a műszaki mentési berendezéseket. Gyakorlatilag mindig készülnek a tűzoltók, akár gyakorlat során, akár egy-egy káresetre való felkészülésnél, tehát gyakorolni kell a tűzoltóknak a feladatokat. Ez a verseny is tulajdonképpen egyben egy gyakorlás is, hiszen ilyenkor felméretik azt a tudást, amit a tűzoltók rendelkeznek. Most egy kicsit verseny szellemben, kicsit versenyben mérik össze a tudásukat. És nagyon fontos, hogy valós helyzeteknek megfelelő szituációkat alakítottak ki. Sajnos az is előfordulhat, hogy felborul egy busz. Volán busz menetrend szerinti járata az oldalára borult.